Hogy kezeld azt az ismerősödet, aki most kezdett el MLM-mel foglalkozni? Hát először is ne sajnáld le és ne nevesd ki, mert ő legalább tenni akar valamit a sorsának a jobbra fordítása érdekében. Ez mindenképpen egy üde színfolt a panaszkodó emberek tömegében, akik mocskolódnak, politikusokat gyaláznak, vagy éppen éltetnek, másoknak beszólnak. Ezzel a viselkedéssel egészen biztosan semmilyen sikert nem lehet elérni. Ez az ismerősöd nem biztos, hogy tudja, hogy mekkora fába vágta a fejszéjét, de mindenképpen tisztelendő az, hogy szeretne tenni valamit. A másik dolog az, hogy ne a személy alapján ítéld meg azt az üzleti lehetőséget, amit ő most hirdet mondjuk a Facebook profilján. Ezt nem könnyű megtenni, mert én magam is könnyen a hatása alá esek annak, hogy vannak olyan ismerőseim, akik néhány havonta új MLM vállalkozásban látják a boldogulást. Tudod, ők nem tudják azt a népi bölcsességet, hogy ha nem megy jól a kupleráj, akkor nem a bútorokat kell kicserélni, hanem a lányokat. Ők szorgalmasan cserélgetik a bútort, és ez megint egy olyan viselkedés, ami nem fog sikerre vezetni. Amikor Spartacus fellázította az ókorban a rabszolgákat, és kitört a rabszolgafelkelés, nagy valószínűséggel mindannyian tisztában voltak azzal, hogy ez egy kőkemény menet lesz. Nagyon keményen kell harcolniuk a szabadságért, és még az sem biztos, hogy sikerülni fog kivívni a szabadságot. A ma emberére pedig ömlik a televízióból, rádióból, internetről, újságból az, hogy válaszd mindig a kényelmes utat, hiszen neked ez jár. Ez egy óriási becsapás, ezt nem szabad elhinni. Gondolj Spartacusra, a szabadság kivívása ma sem könnyebb, és nincsen kényelmes út. Vizsgáld meg azt a lehetőséget, amit ez az ismerősöd ajánl, teljesen objektíven. Egyáltalán akarsz-e változtatni a sorsodon? Akarsz-e így változtatni a sorsodon? És vizsgáld meg azt a lehetőséget, hogy az megszólít-e téged. Tehát tényleg van-e rá igény benned, hogy az most fogfehérítő, vagy nyaklánc biznisz, vagy ganodermás kávé, teljesen mindegy. És az alapján dönts. Azon kívül tételezzük fel mindig a jót a másikról. Tehát egészen addig ne kezdj el menekülni ettől az ismerősödtől, amíg nem veszed észre azt, hogy ő a ti barátságotokat csak arra akarja felhasználni, hogy téged beledumáljon az aktuális üzletébe, mert onnantól sajnos egy kicsit az egész gyanús. Tehát ez nem igazi barátság, hanem ez arról szól, hogy azért vagy a barátom, mert nekem előnyöm származik abból, hogy te a barátom vagy, és az már túlzottan nem szimpatikus. Tehát én azt gondolom, hogy az igazi barátság az önzetlen. Az igazi barátság az szerintem valami olyasmi, hogy inkább arról szól, hogy adok, mint arról, hogy kapok. Ennyi.